Én azt gondolom, hogy a végén alakult ki ez a különbség, de alapjában véve a 50. percig egy szoros mérkőzés volt. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a jobb védekezésünk és kapus teljesítményünk döntött, illetve bár nekünk is vannak problémáink, még azt gondolom így is több belső poszton játszani tudó játékosunk van. Ugye a Budaörs is kényszerből beállóval játszik belül, tehát azért nem egyszerű ezt megoldani, a kollégámnak se. Mi is kevesen vagyunk, de még így is többen maradtunk egyel belül, úgyhogy nem volt egy magas színvonalú mérkőzés, de nagy akarattal behúztuk, azt gondolom. Ahogy Gergő is mondta, elég nyugványelős mérkőzés volt. Én is úgy gondolom, hogy elég szoros mérkőzést játszottunk. Kicsit felvettük, én úgy gondolom, a Budaörsnek a támadásbeli ritmusát. Kicsit lassabban támadtunk mi is, de szerencsére a jobb kapus teljesítményünk miatt ezért nyertük meg mi ezt a mai mérkőzést. És nekünk nagyon fontos volt ez a két pont. Először is gratulálok a vendégeknek, mert azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertek. Igazából egy mondatra úgy tudnám összefoglalni ezt a találkozót, valóban egy kollégám is mondta, hogy azban mind a két csapat elég sokat kísérletezett. Részben kényszerből, részben pontosan azért, hogy mindenki tegyen hozzá, vagy esetleg vegyen el, mint esetleg nálunk. És azt kell mondjam, hogy sokkal jobban játszották a saját játékot, mint mi a miénket. Ennyi volt a különbség, az, hogy tényleg, ahogy a kollégám mondta, 50. percig 3-4-5 gól volt, mi a 2. Azt gondolom, hogy az egy ilyen rövid ideig élt, mert én egész meccsben nem éreztem azt a fajta játékosok nem éreztem azt, hogy közel tudnánk menni hozzájuk, bármennyire szerettük volna. Sajnos még mindig keresünk magunkat, ugye én most már egész biztosan tudom azt, hogy Kecskemét meccs óta azon egy kicsit tudatalat elkényelmesedtek a játékosaim, és biztos nyilván nyerni akarnak, meg szeretnek játszani, meg szívesen küzdenek, de ez már nem ugyanaz, mint amikor az életünkért küzdünk, és ez egy elég szomorú látom, mert én úgy gondolom, hogy a játék szeretete, illetve a küzdeni tudás, hogy ez egy nagyon fontos alapeleme a játéknak, az alapvető lenne, és sajnos most ezt valahogy nem úgy harapunk, hogy kellene, és most jön három olyan mérkőzés, amelyek elméletlen mi vagyunk az esélyesek, de így van, ezzel az attitűddel azért elég komoly problémáink lehetnek. Nem első van a pontszám miatt, hanem az érzés miatt, hogy nem tudunk hozzátenni ezzel, nem tudunk pontokat gyűjteni, és nem tudunk jól játszani, nem tudjuk kiszolgálni a közönségünket, és elsősorban a saját magunkat sem. Jó volt, köszönöm, hogy itt lettem, és remélem, hogy most már hosszú távon itt leszek, és tudom segíteni a csapatomat. Úgy gondolom, hogy védekezésben nem voltunk elég feszesek, illetve támadásban nem voltunk elég harciasak. Ehhez még hozzátársult egy lélektelen játék is, és úgy gondolom, hogy ez okozta a nagy különbséget a két csapat között.